A deviza hiteleseket segítő első törvény még tavaly lépett életbe. Ismert a kúria azon döntése is, amely kimondta, nem jogszerű, hogy a bankok a devizahitel konstrukciókat úgy alakították ki, hogy a folyósítás összegét deviza eladási, még a törlesztéseket deviza vételi árfolyamon számolták el. Ezt követően függesztették fel a bíróságok, így az EGRI törvényszék is a devizahiteles pereket. Mint a tanácskozáson elhangzott, az érvénytelenség következményeinek jogalkalmazása komplex probléma, hiszen a polgári törvénykönyv mellett egyéb jogszabályokat is figyelembe kell venni, csak úgy, mint az uniós jogforrásokat. Olyan új törvények is születtek, amelyek érdemben befolyásolják a perek kimenetelét. Úgy országos szinte, mint a megyénkben dömpingszerűen érkeztek a devizahiteles perek az elmúlt esztendőben. A kúria jogalakító tevékenysége folytán születtek a devizahiteles törvények, amelynek a végén ugye a forintosítás törvénye. Ennek a tanácskozásnak az a célja, hogy a kialakult joggyakorlatot egységesítsük országos szinten lehetőség szerint. Jelenleg is folyamatosan érkeznek a felfüggesztett eljárásokban folytatás iránti kérelmek, valamint új keresetlevelek. Országos szinten tízezres nagyságrendről beszélhetünk, Heves megyében több mint 200 ilyen eljárás van folyamatban. A mostani tanácskozásra az ország minden részéről érkeztek civilisztika ügyszakos bírák, a cél az volt, hogy közösen vizsgálják meg, egységesítsék a helyben kialakult gyakorlatokat.